Hello, sziasztok! Most vásároltam ezt a gombot, távirányítót. Ez egy bluetoothos távirányító. És az Zellóval fogom használni, megmutatom, hogy kell. Bluetooth headsetet használok az Zellóval, amit már párosítottam. És ezek után párosítanom kell a távirányítót. Jó, sikerült. Most elindítjuk az Zellót. Beállítások. Push to talk button. És a legelsőnél kiválasztjuk azt, hogy custom. Majd ezek után megnyomjuk a nagy gombot. Ő ezt kiválasztotta magának, hogy volume up. Ezt tetszésszerűen át lehet állítani a másik menüpontot, hogy úgy akarsz beszélni, hogy nyomva tartod a gombot, amíg beszélsz, vagy ha átállítod a másik funkcióra, akkor egyszer megnyomod, beszélsz, amíg beszélsz, még egyszer megnyomod, akkor vége. Itt az alsót azt nyugodtan lehet hagyni, úgy, ahogy van, az a kijelzőre érvényes. Ezek után ennyi volt a beállítás. Megnyomom a gombot. És már lehet is beszélni. És már lehet is beszélni. És akkor ugye, ha bekapcsolom a headsetemet, akkor értelemszerűen át fog váltani Bluetooth-ra. Ez az, hogy legalábbis nagyon remélem. Ha azt nem teszi meg, akkor ugye át lehet kézzel váltani. Majd ezek után már a Bluetooth headseten keresztül működik a dolog, ugyanúgy. Ide felteszem a kamera mellé, hogy halljátok. Mikrofon próba 1-2-3. Mikrofon próba 1-2-3. És ennyi a dolog. A másik gomb az még mindig használható fénykép készítésére. Igazság szerint mind a kettő, hogyha kilépsz az Zellóból. Elindítod a kamera alkalmazást. Akkor lehet fényképet készíteni. Ezzel a gombbal. Ennyi a történet.